Ha nem is volt kolbászból a kerítés, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei szervezetének sátránál a mennyiséget látva akár abból is lehetett volna. A NAK, a MAGOSZ és a Nyírségi Együttműködési Nonprofit Kft. Szervezésében hagyományőrző céllal hívták életre a Szent András napi disznóvágás és pálinka musta nevű rendezvényt. Önkormányzatok, baráti társaságok vágtak le és dolgoztak fel egy-egy disznót, emellett a gazdáknak is lehetőségük nyílt arra, hogy beszéljenek az ágazatot érintő problémákról. Az Agrárgazdasági Kamara úgy érzi, hogy az ehhez hasonló rendezvények mellé kell állni, ahol azt a gazdatársadalmat össze lehet hozni, információcsere alkalmasságra ez nagyon megfelel, hogy azokat a kérdéseket, problémákat, amik egy-egy még járásonként is eltérően jelentkeznek. Én azt gondolom, hogy csak ez az egy lehetőség van arra, hogy olyan embereknek a birtokába jutassuk az információt, akik ebben tenni, intézkedni tudnak, és a megoldást elő tudják segíteni. Valamikor szinte minden vidéki háznál tartottak sertést, a karácsony előtti időszak elképzelhetetlen volt disznóvágás nélkül. Ma már inkább csak a hasonló rendezvényeken találkozhatnak a régi módszerekkel és ízekkel az érdeklődők. Azoknak a korosztályoknak, amelyek még látnak igazi disznóvágást, azoknak nosztalgia is, hiszen a gyermekkorunkra emlékeztet, vagy a családi hagyományra, amit ez számunkra jelentett, vagy jelent mai napig is. A fiatalabb korosztályoknak pedig egyértelműen a hagyomány ápolás, hagyomány átörökítését jelenti, hiszen már úgy nőnek fel a generációk, hogy nem láttak disznóvágást. Tehát gondolom, hogy fontos legalább ilyen módon átadni ezt a hagyományt a fiatalabb generációknak. Hogyha már házi disznóvágás nincs, akkor legyen egy ilyen közösségi alkalom, amikor ők is tudják ezt az élményt átélni, és ilyen módon valóban megerősíthet az identitásuk a megyéhez, a tájhoz, a településhez való kötődésük. A sátra került készültek a hagyományos disznótoros ételek, a geszterédiek is teljes kínálattal várták a betérő vendégeket. A hagymásvér az nem maradhat el, de amellett még velőspiritós, a velőspiritós mellé már jött a sült szalona, aztán a toroskáposzta, húrka, kolbász, természetesen a sült húsok most fognak következni, de emellett a pogácsától kezdve, a forradbortól, a tejától kezdve, hát akinek kedve van, sört is ihat, pálinkát, tényleg a pálinka mosta, többféle pálinkával nálunk megvalósulhat. A disznóságok és pálinkák kóstolása mellett koncerteket is láthattak az érdeklődők. A szervezők tervei szerint minden évben más településen rendezik majd meg a hagyományőrző fesztivált.